Ha egy olcsó, megbízható és nagyon gyors oldalról szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogasd meg a fifacoin.com-ot, és használd a Bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Link a leírásban. Most akkor kezdjünk bele a videóba. Na szavaztus srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ez egy kicsit különlegesebb lesz, mint a szokásos videók, ugyanis ma voltam a Tesco-ban, és vásároltam egy pár ilyen csomagkártyát. Hol van? Itt van még egy. 6 csomagkártyát vettem. 3-at az egyik fajtából, 3-at a másikból. 2 fajta volt. Úgyhogy ennyi. És ma egy ilyen focis kártya challenge-et fogunk csinálni. Nem nagyon láttam még. Azt hiszem még FIFA 16-ban a DAZ is csinált 1-2-t. Ilyen EB kártyákból. Viszont nekünk most van ilyen Road to Russia, világbajnokságos, illetve FIFA 365. És úgy fog ez kinézni ez a videó. Kinyitunk 2 csomagot, megnézzük, hogy tudjuk-e ezeket a kártyákat használni. Ugye 10 kártya van elvileg ebbe a 2 csomagba. Úgyhogy akit meg tudunk venni, azt megvesszük, betesszük a csapatba. Aki pedig nincs benne a FIFA-ban vagy túl drága, azt pedig egy bronz random kártyával fogjuk helyettesíteni. Úgyhogy ennyi igazából. Kiskoromban én nagyon sokat gyűjtöttem ezeket a kártyákat, és mindig foggal nyitottam ki, de most valami kicsit kultúráltabb dolgot szeretnék, úgyhogy olló szerintem. És a Road to Russia-t nézzük először. Elvileg 5 kártya van benne, meg egy ilyen kis papír. Szar ötlet volt az olló. Na! Egyből egy kapussal kezdünk, aki nem más, mint... Ki ez? Ó, Buffon! Jó! Az öreg Gigi Buffon. Van itt még egy kapus, aki nem más, mint Joe Hart. Hoppá! Aztán van itt nekünk egy védőnk, helyett középpályásunk. Expert Zsirkov, ilyen csillogós. Van egy védőnk, aki nem más, mint Pepe. Ő is ilyen defensive rock. Jó van. Illetve van még egy védőnk, meg lesz még egy, ahogy itt nézem a hátulját. Úgyhogy nézzük, hogy ki ez. Loran Kosciani. Egészen jó kis kártyák, hallod? És utoljára pedig ez kicsoda. Miguel Layún. Oké. Ezeket szerintem meg tudjuk szerezni. Ez volt a VB-s. És akkor jöjjön egy ilyen FIFA 365-ös. Meglátjuk, hogy mit ad, vagy mi van benne. Jó kis... Pack opening. Nézzük. Gondolom nagyjából ugyanolyanok amúgy, úgyhogy sok különbség nem lehet. Ugyanúgy a Panini gyártja, meg minden. Ez egy középpályás elsőként. Aki? Ki ez? Thiago. Egy védő. Rugani. Jó. Egy középpályás. Ez kicsoda. Centurion. Na hát ő lehet nincs benne a játékban, de meglátjuk. Újabb középpályás. Hajnal Tomi. Na hát Hajnal Tomi az nincs benne a játékban, úgyhogy ő nem fog bekerülni. De van egy Hajnal Tomi kártyánk. És lényegében van még 2 védőnk, az egyik az nem más, mint Rüdiger. Oké. Másik pedig nem más, mint Özbayrakli, hogyha jól látom. Így van. Jó. Azt mondja, hogy ki lesz a legjobb játékos innen. Ez ugye lényegében 11 kártya, hogyha minden igaz. Mert ugye egy Hajnal Tomit kiszedtünk, mert ő nincsen benne a játékba. Van itt, talán csatárunk nincsen, nem? Ja, csatárunk nincsen, viszont van egy csomó védőnk. Lényegében van 3 középpályásunk, de ebből ugye a Zsirkov az itt védő a FIFA-ban, azt hiszem. Úgyhogy ez érdekes lesz. Van 2 kapusunk. Buffon és Hart. Illetve van 6 darab védőnk. Úgyhogy az úgy korrekt. Valószínű 5 védős felállásba fogjuk nyomni. Úgyhogy vásároljuk meg a kártyákat. Hogyha tetszik amúgy ez a kis challenge ötlet, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, hogyha még esetleg nem vagytok. És tényleg, hogyha azt látom, hogy van igény arra, hogy folytassuk, akkor még 2 részt biztosan tudunk csinálni ebből a kis kihívásból. Viszont itt a csapat, hát érdekes. Van egy pár link, azzal nincsen probléma.
Csak hát azzal van probléma, hogy középpályás poszton játszik Koshiányi, illetve csatárposzton játszik Joe Hart, tudom, lehetett volna oda mást is rakni, de ez így mintha egy kicsit jobb lenne. Lajunnal ott nem is lenne probléma. Ez a Centurion gyerek se olyan szar, aki jó helyen van még az a Thiago, illetve a védelmünk nem rossz egyáltalán. Buffon meg kapuban még inkább jó, 9-es chemistry-n van, Koshiányi viszont nullán, úgyhogy ez korrekt. Hát, ja. A nullás chemistry az azt jelenti, hogy ki se jön a pályára, vagy mi? Egynél kevesebbet én még nem láttam soha. Na mindegy. Érdekes. Valljuk be, érdekes. Viszont még annyival tudunk javítani, hogy left wingbacket teszünk ide a paliknak. Úgyis annyi van belőle, mint a szar. Te is kapsz egy ilyet, 7-es chemistry az már nagyon jó. Te kapsz egy left wingbacket szintén, így. És neki már lesz egy chemistry-e. Lion egy chemistry-n fog játszani, király. Na, ez a végleges csapat, rakok valami fos kispadot, aztán akkor bele is kezdünk egy meccsbe. Érdekes lesz amúgy, ugyanis másodosztályban játszunk, nem egy szar csapat ellen, és a Palinak egy FUT Champions-ös De Gea áll a kapujában. Kikaptunk. Úgy érzem. Minden esetre beleadok minden, de... Hát, remény hal meg utoljára. Joe Hart. Koshiányi. Lövés. Volt lövésünk, srácok. Jók vagyunk. Koshiányi. Eddig amúgy ő a legveszélyesebb a csapatban. Elszóltam magam. Fussunk, Pepito, Pepe, Buffon, valaki. 17 percig bírtuk. Ho-ho-ho-ho. Nem baj, az nem rossz. Lőttünk már mi is kapura a meccsen, úgyhogy srácok. Annyira nem vagyunk szarok. Pepe meg lassú. Viszont ez probléma. Jó, szép. Gyerünk Centurion, ez az. Kerüljünk be eléjük. Mehet középre. Thiago, lövés, Lajun. Ó, de! Te szemét! Nem rossz az, de rossz. Nem rossz, Hart. Mint a Szalai, kb. Olyan szinten van. Csak a Szala még esetleg lőni is tud néha. És itt a fél idő, srácok, 1-0. Csak 1-0. Sokkal szarabbra számítottam, megmondom őszintén. Többet is veszélyeztettünk. Tartjuk magunkat egész szépen. Nem tudom meddig, de eddig nem vagyunk rosszak. Gyerünk, Hart, gyorsabb vagy. Ezt én se hittem el, de esküszöm, egész jól tartjuk magunkat eddig. Beadás. Kinek, minek, az senki se kérdezze, de legalább beadtuk. Jújjújjújjújjúj, Buffon, mekkora állat vagy. Gyönyörű. 70. perc, még mindig csak 1-0. Nyilván lehet ez még 10 is, úgyhogy ne bízzuk el magunkat, de eddig én büszke vagyok magamra. Centurion. És... Koshiányi lábába volt az egyenlítés. És lefújta a bíró, csak 1-0-ra kaptunk, kisrácok. Azért valljuk be, az nem rossz egyáltalán. Meccsembere Son, mert tudott lőni egy gólt. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy korrekt mérkőzés volt. Na, nem voltunk semmivel rosszabbak. Jó, nyilván a labda az ellenfélnél volt többet, de hát szerencsét hoztak ezek a jó kis kártyák igazából. Vagyis hát nem hoztak szerencsét, mert kikaptunk, de lényegében nem volt rossz a csapat. Úgyhogy királyság, srácok. Még egy hajnal, Tomi, hogyha benne lenne a FIFA-ba, még nyertünk is volna, én úgy érzem. Na mindegy. Úgyhogy ez király volt ez a mérkőzés, én élveztem. Azért volt egy kis támadó erőnk, úgy érzem, Joe Hart személyében. Az új Szalai született meg. Lőttem úgy? Lőtt egyet. Teljesen korrekt. Koshiányi voltam úgy szerintem a csapat motorja. Ja, úgyhogy ez egy jó kis meccs volt. Mindegy, srácok, hogyha tetszett ez az ötlet, akkor mindenképpen jelezzétek egy lájkkal, mert abból látom, hogy van igény a következő részre, ugyanis nem véletlenül vettem még egy pár csomagot. Úgyhogy ja, tetszett, akkor like, iratkozzatok fel a további részekért, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban. Szevasztok!